Úgyhogy nagyon jól szurkoltatok itt a Nemzeti Sport teraszán. Hogy látjátok, mi ment el ez a mérkőzés? Hát én azt gondolom, hogy az első fél időben azért valahogy egy olyan játékot láttunk a csapattól, ami az elmúlt két EB-t nézve, de talán még a selejtező sorozatot nézve sem volt feltétlen megszokott. Kicsit ilyen félszegen álltak ki a fiúk, és amúgy nagyon éles volt a váltás a fél időben, tehát a második fél időben nagyon jól jöttünk ki, és megvoltak a lehetőségeink, nyilván a gólunk is. Úgyhogy kicsit én ezen érzem, hogy elment. A harmadik gólnak én túl nagy jelentőséget nem tulajdonítok. Nyilván rohantunk, kapkodtunk, gólt kaptunk, ez benne van, ugyanúgy, mint ahogy Belgium ellen, amikor kikaptunk annó 4-0-ra, az utolsó három gólt, vagy két gólt, azt már a kapkodásból kaptuk itt is. Úgyhogy hát ebből kellene tanulni, és valahogy felállni a következő meccsekre. Hogy lehet, miért játszottunk ennyire, nem is tudom, bátortalanul az első fél időben, mintha nem is lett volna nálunk a labda. Ez a svájciakon múlt, hogy ennyit engedtek? A svájciak rutinosabb játékosokba állnak, talán nem nagyobb tapasztalattal rendelkezők, nem voltak annyira megéletődve, azért mégis egy Európa-bajnokság teljesen más, egy teli stadion, egy Európa-bajnokságon más, mint hazai pályán egy selejtező mérkőzést vívni otthon Montenegro ellen. Rutinosabban kezdtek a svájciak, és ők nem hibáztak, mi viszont számtalan szor rosszul helyezkedtünk, nagy területeket hagytunk, főleg a pálya közepén. Ez 45-50 perc előnyt adni egy svájci csapatnak ezen a szinten nem lehet. A második fél időben azért bizakodók lehettünk, hát ugye jött is a gól, meg sokkal jobb lett a teljesítmény. Mennyire bíztatok abba, hogy ezt a meccset még lehet menteni legalább egy döntetlen? Hát én optimista voltam alapvetően igazából. Én azt gondolom, hogy ugye nyilván közvetlen gólhelyzetünk talán annyira nem is feltétlen volt, de biztató kialakítások, támadások azért voltak, úgyhogy benne volt a pakliban akár az egyenlítő gól. Ez most így jött össze, én azt gondolom ez benne van, tehát igazából ebből valahogy tudni kell felállni. Nyilván jön a németek elleni meccs. Azt gondolom, hogy eredetileg is úgy számolt mindenki, hogy az egy papírforma nulla pont. A skótok elleni meccsük a németeknek az valamennyire ezt alá is támasztja, tehát nem hiszem, hogy azért az elvárások ettől most módosultak, hogy mi kikaptunk és a németek meg nyertek. Valószínűleg az ott a tisztes helytállás, illetve esetleg egy potenciális bravúr eredmény lehet a cél. A skótokat kellene mindenképpen megvernünk és reménykedni abban, hogy egy pozitív vagy nagyon kicsi negatív gólkülönbséggel odaérhetünk a legjobb 4 harmadik helyzet egyikére. Te sem vagy optimistában a németek elleni mérkőzéssel kapcsolatban? Én próbálom ezért egy picit derülátóbban, próbálok pozitívabban gondolkodni róla, mert például a Münchenben sem adtak nekünk túl sok esélyt, és majdnem meg is vertük őket a várakozásokkal ellentétben. Sőt, azóta egyszer nyertünk. Igen, de a németek most abszolút javuló tendenciát mutattak az elmúlt pár felkészülési meccsen, és a skótok ellen is, úgyhogy nehéz meccs lesz, de talán ott borítatjuk a papírformát.